Nem én voltam, te voltál. Nem én voltam, te voltál. A színművészek utasításainak megfelelően játszanak a színészi vénával rendelkező diákok, a castingra váratlan szituációk kialakításával és helyzetgyakorlatokkal készültek a zsűritagok. Itt az idő, most vagy soha. A jelentkezés alapfeltétele a nemzeti dal ismerete volt, de a verstudás kevés a szerep alakításához, mondja Kozári Ferenc. A színművész hozzátette, olyan ifjút kerestek, aki hitelesen tudja eljátszani Petőfi Sándort. Egy jóképű, ható, hatásos fiú, aki egy intellektus, és ott a nézők szeme láttára fogalmazza meg a gondolatot, és teszi le a forradalom alapkövét. A castingot a város alpolgármestere is megnézte. Rót Péter úgy véli, tehetséges csapat gyűlt össze a Vörösmarty Színházban, de hogy szerinte ki a befutó, illetve hogy a jelentkezők közül kinek a játéka tetszik neki a legjobban, nem árulta el. Nagyon örülünk, hogy idén a március 15-i programot szervező egyesület nyílt versenyt hirdetett Petőfi szerepére. Nagyon tanulságos, amit a színművészek segítségként mondanak a gyerekeknek. Bízom benne, hogy az is, aki esetleg nem lesz Petőfi, ő is sokat tanul a ma délelőttből. Bakonyi Csilla és Kozári Ferenc végül úgy döntött, Hegedűs Pétert bízza meg a feladattal. Esküszünk, hogy rabok tovább nem lesz! Székesfehérvár március 15-i Petőfi Sándora nagyon örül a győzelemnek. Azt mondja, évek óta foglalkozik színjátszással, és bízik abban, hogy az ünnepségen a legjobb formáját tudja majd hozni. Úgy gondoltam, hogy ez lehet egy lépcsőfok az én e-fajta gondolkodásomban, mert én színművészeti pályára szeretnék tovább lépni, és ezért gondoltam, hogy ez egy megmérettetés. A belvárosban tavaly rendezték meg először a március 15-i interaktív műsort. A nagy sikerre való tekintettel idén is hasonló lesz az ünnepség. Színjátszó fiatalok közreműködésével elevenednek majd meg a történelmi helyszínek és események.